Az Alkotmány utcai elektromos töltőállomásnál tartott sajtótájékoztatón ma délután Mikli József, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, és Boglári Zoltán, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltje. Itt állunk az Alkotmány utcai elektromos töltőállomásnál, ami egy új beruházásként valósult meg, és szerves része annak a zöld politikának, amit a városvezetés is folytat, és a jövőben is folytatni kíván. Tudjuk, hogy ezek az autók ugye széndioxidot nem bocsátanak ki, és ezzel, illetve erdőtelepítésekkel, illetve a faültetésekkel együtt ez is hozzájárul ahhoz, hogy a városnak a széndioxid terhelését csökkentsük. Ugye ezek a fejlesztések, tudjuk, hogy nagyon előre haladottak már a világba ezeknek az autóknak a fejlesztés, és egyre jobb és jobb technológiák születnek meg. És ezzel is támogatni kívánjuk azokat a polgártársainkat, akik vállalják azt, ugye még elég drága ez a technológia, vállalják azt a többletköltséget, hogy ilyen autókat vásárolnak, és akkor ezzel közlekednek. Ennek a kampánynak lassan a végéhez érünk, és ahogy több alkalommal is a beszélgetéseinkben, illetve a fórumainkon elmondtuk, a legfontosabbak egyike az, hogy az életterünket úgy tudjuk megóvni és megvédeni, hogy abban továbbra is jó legyen Tatainak lenni. Ebben a természet által, természettől megörökölt gyönyörűségeinket kell a lehető legjobban vigyáznunk. Jóistentől kapott természeti örökségünk megóvása óriási feladatunk. Én ezért is kérem azt, hogy segítsenek abban, hogy folytathassuk ezt a munkát. Boglári Zoltánt is nagyon jó szívvel ajánlom ebben a körzetben, válasszák meg. Egy olyan erdész, egy olyan szakember kerülhet be így a képviselőtestületbe, akinek ez a mindennapi munkája, ez a szakmája, és ehhez nagyon-nagyon jól ért. Így jól fog érteni ahhoz is, hogy Tatát ezzel is segítse. Úgyhogy vasárnap mindenkinek számítunk a szavazatára.